jazzhoz megy a zene, de a 20. század könnyű zenéjének fejlődéséről szól, amit a most 25 éves Nemzeti Kulturális Alap könnyű zenei kollégiuma kiemelten támogat az elmúlt 6 esztendőben. És azért hoztam létre ezt az eseményt, ezt a rendhagyó énekórát, hogy a mai fiataloknak megmutassuk, hogy hogyan fejlődött a zene, az a zene, amit ők most hallgatnak jelenleg, annak mik a gyökerei Magyarország szerte, illetve nemzetközi szinten is. Az egész könnyű zene, mondhatni, hogy eljutottunk a tankcsapdáig, hogy Bruno Marsig, az onnan kezdődik, hogy az afrikai embereknek a törzsi zenéjükből kialakult a spirituálé, tehát a vallási mondani való muzsika, és a későbbiekben ezt elkezdték hangszerrel játszani, és létrejött a rhythm and blues. Nagyon fontosnak tartottam, hogy ne csak muzsikáljunk, hanem az adott kor szellemiségét megmutassuk a táncstílusokba és a hozzátartozó öltözködési stílusba, hogy egy rock and roll korszakban, az 50-es években, vagy a swing korszakban, a 20-as, 30-as években hogyan hordták a hajukat, akár a hölgyek, milyen ruhákat vettek fel, vagy az urak milyen cipőbe, milyen ruhába jártak, és ez milyen tánckultúra tartozott, hiszen a tánc az az akkori élet korszakukat lefette és egy tükröt mutatott a világra. A zenésztársakról pedig szeretném elmondani, hogy a nagyon kedves barátaim, 15 éve muzsikálok együtt velük, a Balogh Roland és a Balogh Zoltán, Finucci néven futnak ők, ez az ő művész nevük. Balogh Roland a Montreux Jazz Gitár verseny nyertese, prima díjas művész, Balogh Zoltán pedig a Montreux Jazz Zongora verseny döntőse, ablakos lakatos állami ösztöndíjas művész. Velük van egy közös zenekarunk, a Finucci Bros Quartet, amivel nemrégiben jelent meg az Amerikai Egyesült Államokban lemezünk, Horváth Plutó József barátunkkal kiegészülve. Nádor Dávid énekel, és Farkas Ágnes a lány, aki táncol, táncművész, és Balikó Gergő pedig a táncművész, aki jelenleg még a Táncművészeti Egyetem hallgatója. Az elmúlt 6 évben több mint 25 ezer gyermek látta 50 városban. Ez most egy olyan 10 állomásból álló turné, ami december 22-éig tart, tehát karácsony előtt fejezzük be. Ez 10 település, falvak, városok, mindenhol dupla előadással, tehát 20 előadást hozunk létre.